25 év krónikájában számot adhatunk a város iparának jelentős fejlődéséről. A patinás zsolnai gyár, amely 1968-ban ünnepelte alapításának 100. évfordulóját, tovább folytatta világszerte ismert eozin és egyéb művészi porcelán figuráinak készítését. Munkájuk nagy feszültségű porcelán szigetelők gyártásával bővült. A bőrgyár Pécs legnagyobb üzemévé nőtt. Hatalmas csarnokokban modern gépek, berendezések sorát állították munkába. Egyik legkorszerűbb termékük a rostműbőr. Finom bőrökből készített kesztyűivel világhírt szerzett az ugyancsak több mint 100 éves kesztyűgyár. Gondos szakszerű munkájuk eredménye, hogy a legújabb divat szerint készülő elegáns kesztyűkből évente közel 2,5 millió párat adnak el, 3/4 részét exportra. Külföldre kerül a Sopiana gépgyár termékeinek nagy része is. Sorozatban gyártott élelmiszeripari berendezéseiket szívesen vásárolják. Sok országban szereztek jó hírnevet maguknak a faipari KTS mesterei. Évente sok ezer különféle stílbútor, teljes szobaberendezést szállítanak megrendelőiknek. Készítményeik között helyet kapnak a modern garnitúrák is. A dohánygyár előtt nem véletlenül vártuk kora reggel kameránkkal Barakonyi Károlynét, amint kisleányát az üzemi bölcsődébe viszi. Az anyakönyv tanúsága szerint ugyanis Vinicai Klári 1944. november 29-én Pécs felszabadulásának napján született, s íme pár hónappal később, s ma 25 évesen. Mi alatt anyuka dolgozik, Eszti itt tölti idejét a többi pajtással. Megkerestük Eszti mamáját munka közben. Az egyetem elvégzése óta mint üzemgazdász dolgozik itt. A sokat fejlődő üzemben hallgatnak is a korszerű munkaszervezés szakemberére. A gyártás évről évre emelkedik, millió számra készül a közkedvelt Savária és Fecske füstszőrös cigaretta. Az öreg sörgyár az utóbbi időben egyre fiatalodik, izmosodik. A nagymértékű rekonstrukció befejeztével a jó hírű, közkedvelt pécsi sörökből a jelenleginek kétszeresét készítik majd.